Hiszünk abba, hogy ebben a Szavária mozi nagy termében László Győző, a Derkovics városrész déli területének képviselője köszöntötte az érdeklődőket, és sorolta az Éjjel-Szombathely Választási Szövetség eddig elért eredményeit. Megalkottuk az új költségvetést, amely úgy gondoljuk, hogy az emberek érdekeit szolgálja. Megdupláztuk az útfelújításokra szánt pénzösszegeket, épülnek a járdák, külön alapot képeztünk a játszótér felújítások és építések számára. Majd a választási szövetség jelöltjeit egyesével szólította színre, elhangzott a jó csapat élére megfelelő vezető is kell. Nemény András frakcióvezető, az Éjjel-Szombathely Választási Szövetség polgármester jelöltje számba vette mindazokat a területeket, ahol változásokat terveznek. Kiemelte, hogy a lakossággal közösen szeretnék megteremteni a minőségi életet, a holnap városát. Az utak, a járdák, a parkok hiányoznak, nincsenek parkolók, nincs elég fa, még csatornázás sincsen a városnak jelentős részén, tehát rengeteg számba vendő feladat van, amit úgy képzelünk megvalósítani, hogy a lakosságot bevonunk, együtt határozzuk meg, hogy mi legyen a sorrend, és utána számon kérhető lesz, hogy mikor mit teljesítünk belőle. A jelenlegi forgalmi káosz megszüntetésének érdekében átfogó közlekedési koncepciót készítettek, a tömegközlekedés is reformra szorul. Cél a játszóterek felújítása, újak építése, nyugdíjas otthonok létesítése, átgondolt városrendezési terv megalkotására, valamint felelős városi főépítészre, főmérnökre van szükség, a minőségi élet minden alappillérét számba vette a polgármester jelölt. Visszaállítják az óvodákban az ingyenes angol oktatást, napközit indítanak, egyetemi ösztöndíjakat alapítanak. Az egész városban elérhetővé tennék a szabad wifit, valamint kifejlesztettek egy alkalmazást, melyen keresztül a polgárok jelezhetik a problémákat, és visszajelzést is kaphatnak annak megoldásáról. Nemény András hangsúlyozta, hogy a költségvetés átcsoportosításával, a pazarlások megszüntetésével, sikeres pályázatokkal és összefogással elérhető, hogy Szombathely tiszta, rendezett, virágzó város legyen. Lehet, bármit is mondanak, hogy nem.